Ezen a jó hangulatú romanapon a Terna Cserhaja Egyesület védnöki szerepet tölt be. A romanap létrejöttében fontos szerepet játszanak. Az egyesületről beszélt Bogdán Boldizsár elnök. Mivel kisebbségi önkormányzat feloszlott, így a Terna Cserhaja átvállalta az önkormányzattól a költségeket, és ahogy legyen romanap Dombóváron is. Kiváló hagyományőrző program a romanap. Mindig nagy érdeklődés vette körül a rendezvényt. Magyarok, romák egyaránt elmentek a színes, változatos, kikapcsolódást nyújtó eseményre, mondta Forgács Sándor, a dombóvári roma nemzetiségű önkormányzat képviselője. Nagyon sok kulturális része van ennek az egész táncolnak, énekelnek, az emberek most is van főzőverseny, pluszban még, ami szintén a roma hagyományokra alapul. És igazából mindenki nagyon szerette, ez egy nagyon jó hagyományőrző program. A roma nemzetiségű önkormányzat és a város közös összefogásával megvalósult napon főzőverseny, kulturális műsorok, ki mit tud, és gyerekprogramok szórakoztatták az egybegyűlteket. Tánccsoportok és koncert színesítette a szombat délutáni összejövetelt. A délután során többek között fellépett a Ketanipa, az Aranyeső Tánccsoport, előadás hangzott el a roma kultúráról.